Üdvözlet mindenkinek! Ebben a videómban a Fenyvesvárad terepasztalon kiépített felső vezetékrendszert mutatom be nektek a gyakorlati oldalról. Mint a videó első részében, itt is szeretném tisztázni, hogy nem vagyok sem felső vezetékes, sem vasúti szakember, és a témát pont ezért inkább egy egyszerű amatőr vasútmodellező szemszögéből próbálom meg körüljárni, amennyire tudom. A terepasztalomon a kezdetektől fogva azzal terveztem, hogy a látható részen ki lesz építve a felső vezeték. Ugye az előző terepasztalomon, a völgyzugolyos terepasztalon is ki volt építve, így erről nem szerettem volna lemondani. Elsősorban nálam díszfunkciója van ennek az elemnek, áramot innen nem vesznek fel a mozdonyok. A folyamatos felengedett szedős üzem a terepasztal rejtett tárolóin lévő asztalszerkezeti elemek miatt nem lehetséges, illetve még nem jöttem rá, hogy ezt hogy lehetne megoldani üzembiztosan, egyszerűen. Ezzel, mint kompromisszummal már az építés elejétől fogva számoltam, azonban a látható részen úgy terveztem, hogy alagúttól alagútig el tudjanak menni felengedett áramszedővel a villanymozdonyok. Még a terepasztal építésének korai fázisában elhelyezéssel kerültek a felső vezeték tartó oszlopok. Az állomáson ezeket az alaplemezhez csavaroztam, míg a nyílt vonalon kis fakockákat vágtam ki, ezeket ragasztottam rá az XPS-ből épített terepalapra, majd ezekre a fakockákra csavaroztam rá a tartó oszlopokat. Az oszlopokat igyekeztem a lehetőségekhez képest úgy elhelyezni, hogy az állomás egyenes szakaszán az elérhető maximális távolságra legyenek egymástól, ami körülbelül 45 cm. Három nagy háromkaros oszlopot helyeztem így az első vágány mellett. Ez azért volt fontos nekem, mert így oldalról könnyen be lehet majd nyúlni a vezetékek alá, esetleges tisztításkor, vagy bármilyen elakadás és más szerelési dolog okán. A nyílt vonalon viszonylag egyszerű volt az elhelyezés, az ívekben igyekeztem 20-25 fokonként elhelyezni az oszlopokat, egyenesben pedig minél távolabb egymástól. A hosszlánc kihúzását a nyílt vonalon kezdtem, itt egyszerűbb dolgom volt. A régi asztalomról leszedett vezetékeket is mind felhasználtam, azonban ezeket méretre kellett igazítani az eltérő oszloptávolságok miatt. Az egyenesekben a vezetéknek adtam egy kis kígyózást, a nagyvasúton erre azért van szükség, hogy szépen egyenletesen kopjon az áramszedő csúszóbetétje. Ugye, hogyha teljesen egyenesen menne a vezeték, akkor abba a kis jellemzően grafitból készült betétbe egy szép kis lyukat vágna. Nos, jelenleg így áll a felső vezeték építése az állomáson. Ugye, amit itt most látunk, az az, hogy vannak, ahol már föl vannak szerelve a felső vezeték elemek, illetve vannak olyan helyek, ahol még hiányoznak, illetve vannak olyan helyek, ahol egyelőre még csak így ide vannak téve ezek a Fiesmann hosszláncok. Ezeken a részeken még ugye méretre kell vágni, méretre kell őket szabni. Ugye, amikor az ember elhelyezi a felső vezeték tartó oszlopokat, lehet használni azt a kis Fiesmann eszközt, amivel úgy nagyjából be tudjuk pozícionálni ezeket, azonban ugye mivel nem szabványos ívek találhatóak itt fönn az állomáson, ezért gyakorlatilag minimális annak az esélye, hogy az előre levágott hosszláncok azok pontosan jó méretűek lesznek, ezért én azt az opciót választottam, hogy olyan hosszláncokat használok jellemzően, amik nincsenek méretre vágva, hanem én vágom őket szépen méretre. Ilyen helyeken, mint itt a váltókörzetben is, ugye látszik, hogy van olyan megoldás, ahol itt oldalra kifuttatom, illetve itt ennél a másiknál is látszik, hogy itt is erről a negyedik vágáról jön így a hosszlánc, és akkor így a végén egy ilyen kis feszítőműben végződik. Itt majd ugye a másik vágánynak a hosszlánca az így keresztbe fog átmenni, ide is kell még majd vágni egy megfelelő elemet. Illetve itt az angol váltónál látható egy ilyen kis érdekes duplakaros dolog. Neki ugye az a lényege, hogy itt ugye elég nehéz bepasszintani, hogy pontosan jól jöjjenek ki a dolgok, és akkor ezzel a duplakaros megoldással el tudjuk érni azt, hogy ugye innen jön a második vágányról egyenesen az egyik hosszlánc, és akkor az első vágányról pedig így ez keresztbe fog jönni át
az angol váltó fölött, és ide még el lesz helyezve egy ilyen kis tartó oszlop, hogy ne legyen túl nagy távolsága az oszlopok között. Ez is olyan, hogy nagyon sok mindent építés közben rak össze az ember, tehát nagyon sok olyan dolog van, amit így elsőre nem nagyon lehet kimérni, kiszámolni. Én is most itt azt fogom csinálni, hogy fölrakom, amit föl tudok, és akkor a maradékot pedig lemérem, hogy nagyjából milyen hosszúságú darabból és mennyi fog kelleni, és akkor azokat megrendelem külön, és azok fognak bekerülni még a hiányzó helyekre. Önmagában ugye, amikor csináltam az oszlopok elhelyezését, akkor azt nagyjából kimértem, hogy a megfelelő távolságra legyenek. Ugye főleg az ívekben, illetve az olyan íveknél szokott probléma lenni, ahol ugye nem egy adott ívsugár van, hanem ugye itt egy átmeneti ívbe megy az egész, itt az elején is, más a sugar a közepén is, és a végén is. Ilyen helyeken azért érdemes úgy kalkulálni, hogy inkább egy picit sűrűbben legyenek az osztopok, még hogyha ront is egy picit az összképen, mint hogy túl ritkán. A vezetékek hosszát úgy szoktam beállítani, hogy fölrakok mondjuk egy ilyen köznyi hossz láncot, és akkor utána a következőt azt úgy rakom föl, hogy ide is rakok egyet, meg ugye ide is, és a köztes láncot kihagyom, és a köztes láncon állítom be a végső feszességét, ugyanis ezeknek a vezetékeknek valamennyi minimális feszítés még akkor is kell, hogyha ugye viszonylag masszív merev anyagból vannak, ugyanis feszítés nélkül egyszerűen elkezdenek így lötyögni, viszont túl sok feszítés sem érdemes használni, mert akkor az egész rendszerre nagyon nagy erők fognak hatni, és a tartó oszlopok, illetve a tartó karok akkor így össze-vissza jobbra-balra el fognak görbülni. Igazándiból, mivel gyakorlatilag lehetetlen milliméter pontosan beállítani azt, hogy milyen távolságban vannak ezek a vezetékek, nagyjából úgy néz ki a dolog, hogy ugye mindegyik ilyen hossz lánc darab egy picit vagy az egyik irányba, vagy a másik irányba van megfeszítve, és általában akkor olyan helyeken vannak a fix pontok, mint például itt a csonkavágánynál, vagy ott a nohabos vágánynál látszik még, hogy ott is ide erre a nagy oszlopra van, most még csak így egyelőre ilyen egyszerűen megfeszítve ez a vezeték, és akkor ez szépen így húzza az egész oszláncot. A Fisman könyv nagyon szépen leírja, hogy elméletben hogy kell ezeket megcsinálni, meg lehet próbálni úgy is, de előbb-utóbb az ember rájön arra, hogy igazándiból gyakorlatilag minden terepasztalnál más és más metódus kell alkalmazni, ugye pont azért, mert mértanilag soha nem úgy fognak kijönni pont az oszlopok, ahogy azt ugye az ember gondolná, illetve ilyen kis milliméteres eltérések mindig lesznek oszlop és oszlop között, és ezeket utólag kell kompenzálni azzal, hogy az ember magának vágja méretre a hossz láncokat. A méretre vágást úgy próbáltam meg megcsinálni, hogy alkoholos filccel bejelöltem a vezetékek hajlítási pontjait, majd a jelölésre egy 3-5 mm-t ráhagyva elvágtam a vezetéket egy egyszerű csípőfogóval. Ezután a fogóval elkészítettem a hajlításnyi pontnál azt a kis kampó formájú visszahajlítást, amivel a vezetéket a tartókarra lehet rögzíteni, majd a vezetéket szépen föl pattintottam a tartókarra. Miután teljesen körbeért a vezeték mindenhol, az egész rendszer elkezdte saját magát feszíteni. Ilyenkor ugye a fix rögzítési pontokon, illetve ugye a kis feszítőműveknél lehet még állítani azon, hogy mennyire feszüljön az egész rendszer. Természetesen ekkor még nem volt kész a felső vezeték, ilyenkor jön a finom hangolás. Az oszlopok rögzítései szerencsére úgy vannak kialakítva, hogy adnak nekünk mozgásteret, így szépen be tudjuk pozícionálni őket, még úgy is, hogy már rögzítve vannak az alaplemezen. Ugye egy kis előre-hátra mozgást enged az a kis felfogató felület, amibe bele kell őket rakni. Néhány helyen ilyenkor még meg kell igazítani a vezetékdarabokat, illetve a hosszukon is szoktam
variálni, ahol látom, hogy nagyon feszül, ott kicserélem esetleg egy hosszabb darabra, ahol meg nagyon laza a vezeték, ott pedig egy picit rövidebbre vágom őket. A Gyese V43-assal sikerült fölavatni az elkészült rendszert, és csont nélkül körbe ment a mozdony, komolyabb probléma nélkül. Hát ugye azért őt használom, mert az ő áramszedője olyan, illetve a fugert mozdonyok áramszedője jellemzően olyan, hogy egy bizonyos pontnál magasabbra nem nyílik föl, illetve talán összeszerelési dolgok miatt gyakorlatilag, hogyha ha köztes helyzetben lenyomom, akkor is így eléggé szeretnek ott maradni, nem rúgják úgy ki magukat, mint mondjuk egy Acme vagy rokógép áramszedője. Ez azért hasznos, mert ilyenkor még ugye, ha az ember látja, hogy valahol esetleg nem jó a vezetéknek a pozíciója, akkor nem lesz rögtön áramszedő törés a vége, vissza tudunk menni a mozdonnyal, meg tudjuk jelölni, hogy na itt egy picit kijebb, bejebb kell igazítani a vezetéken, és akkor komolyabb anyagi kár nélkül el tudjuk végezni ezeket a munkákat. Mint mondtam, olyan folyamatos üzem, hogy folyamatosan fenn vannak az áramszedők nem lesz, azonban fotózáshoz, videózáshoz, némi csalással, ugye az alagútba behaladás előtt kézzel ilyenkor lecsukom az áramszedőt, illetve miután kijött a mozdony az alagútból, akkor így felengedem. Felengedve lehet tartani őket, ugye arra az időre, amíg az ember elkészíti róluk a fényképet vagy a kis rövid videót. Természetesen azt hozzá kell tennem, hogy ez a rendszer, amit én itt kiépítettem, jelentősen le van egyszerűsítve a nagyvasúti felső vezetékhez képest. Ennek ugye az egyik oldalról az az oka, hogy a szűkebb ívek miatt ugye sűrűbben vannak az osztopok, illetve ugye a váltókörzetekben is hát nem lehet pontosan leutánozni a nagyvasúti rendszereket, ugye ott sokkal nagyobb hely áll rendelkezésre, itt a váltókörzetben azért egy jóval kisebb helyen kell megoldani mindent. Ennek ugye az a hátulütője, hogy nem lehet elkészíteni egy az egybe pont azokat a feszítéseket, azokat a kifuttatásokat, amiket mondjuk egy nagyvasúti vasútállomáson mi látunk. Nekem az a véleményem, hogy egy ilyen egyszerűbb rendszer kiépítése is rengeteget tud hozzáadni egy terepasztalhoz. Nyilvánvalóan nem lesz teljes mértékig valósághű. Az olyan rendszereket, amik egyedileg vannak gyártva, egyedi osztopokkal, egyedi vezetékkel, rendkívül időigényes elkészíteni. Nekem ennyi időm nem volt rá, vagy nem lett volna rá, hogy megcsináljam, viszont ezt az előre gyártott FISMA rendszert, ezt el tudtam itt az otthoni körülmények között is olyanra készíteni, ami számomra már hozza azt az érzést, azt a feelinget, mint hogyha egy nagyvasúti állomáson lennénk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok!